Az Emplén Televízió kulturális magazin műsorát a Mecénást látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Mai adásunkban összeállítást láthatnak az édesanyanyelvünk versenyről, Törő Gábor szobrász kiállításáról és a Laudícia kórus család sátoraljaújhelyi koncertjéről. Tartsanak velünk! Negyvenegyedik alkalommal rendezték meg az édesanyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntőjét Sátoraljaújhelyen. A háromnapos versenyre 130 diák érkezett a Kárpát-medencéből. Írásbeli és szóbeli feladatok megoldásával kellett bizonyítaniuk felkészültségüket, anyanyelv iránti elkötelezettségüket. A megmérettetés végén 27 diák vehette át a legjobbaknak járó emlékplakettet. A következő összeállításban a versengő diákokkal és a bírálóbizottság tagjaival beszélgettünk az ezévi verseny feladatairól, az őket ért élményekről és édesanyanyelvünkről. Négy évtized alatt nagy rangot vívott ki a verseny, és mára önálló szellemi intézménnyé vált. Legfontosabb célja az anyanyelv ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása. A felkészítő tanárok szerint a siker kulcsa a versenyző jó kiválasztása. Már kilencedikes korukban szoktam figyelni, hogy kiben mennyi tehetség rejtőzik, mert ez igen fontos, és utána éveken keresztül úgy tanítom őket irodalomból is, nyelvtanból is, hogy a megfelelő alapot megkapják, és amikor konkrétan készülünk a versenyre, az viszont hosszadalmas és nagyon összetett munka, hiszen az írásbelire, leíró nyelvtantól kezdve stilisztika, szövegértés, szövegértelmezés, fogalmazás területén kell gyakorolni. És hát emellett a szóbelire való felkészülés, az pedig tényleg nagy kihívás. A szóbeli forduló négy téma közül választhattak a versenyzők. A diák munka lehetőségeiről, a Facebook hasznáról és veszélyeiről, a megjelenés az első benyomás jelentőségéről, illetve arról beszélhettek 3 percben, hogy a zene milyen szerepet tölt be az életükben. A versenynek ebben a szakaszában minden diák érzi, hogy beszélni nehéz. Az én témámnak a hívó mondata a nem a ruha teszi. Szerintem ez egy jó téma, mert mindannyiunkat érint gyakorlatilag, és ezáltal több nézőpontból is meg lehet közelíteni. Először is elmondtam, hogy általában ugye a zene keletkezését, hogy ugye már az ősember is elkezdett zenélni, utána saját tapasztalataimat mondtam el a népzenéről, majd végül a jelenlévőket is felszólítottam arra, hogy foglalkozzunk zenével, mert ez egy pozitív mesterség, ha szabad így fogalmazni. Én is, mint minden mai fiatal, nap mint nap használom a Facebookot, fel vagyok regisztrálva, és napjaim részévé vált. És úgy gondoltam, hogy ezt a témát rengetegen fogják választani, viszont többen arra próbálnak majd kiukadni, hogy a Facebook egy káros, az anyanyelvünkre ártalmas weboldal. Szerettem egy kicsit a másik oldalt is bemutatni, az én gondolataimat. Az, hogy a Facebook nem feltétlenül egy rossz dolog, nem egy elítélendő, mértéket kell tartani, de nem csak káros oldalai vannak. A témákat idén a felkészítő tanárok és a diákok javaslatait figyelembe véve állította össze a zsűri. Érdekes volt, amikor összeállítottuk a kérdéseket, hogy nagyjából tudtuk, hogy mik lesznek a kurrencs témák, és itt valóban az öltözködés, meg ez a Facebook, ugye hát ez az életük része. Én nem Facebookolok, hogy kell ezt ragozni, nem tudom, de minden esetre látom azt, hogy az egész világ ezt csinálja, és nagyon érdekes, szinte meg tudja tőlük az ember, hogy mi ez. Most a mondanivaló fölépítésében nagyon örülünk neki, amikor az eredetiséget érezzük. S nem csupán az eredetiség, az őszinte lelki nyelvi kitárulkozás és nagy erényük volt a versengő diákoknak. Ez azt jelenti, hogy tudatosan, kellő alázattal használják a nyelvet, élnek és nem visszaélnek vele. A zsűri elnöke szerint a fiatalok az anyanyelvápolás ügyének reménységei. Jó lehet ugye a fiatalokat egyik-másik témában sajnos el kell, hogy marasztaljuk, tehát időnként csúnyán beszélek, stb. De ezek a gyerekek csupa reménnyel tölthetik el az embert. Lehet bízni a szép fejlődésben. Nagyon örülök
annak, hogy a tapasztalatokról, ha szólnom kell, akkor tényleg csak elismeréssel lehet beszélni. Ugyanis az a 4 téma, amit a idei versenyre feladatul tűztünk ki, az az első téma a szociális munkával, a diákok önkéntes tevékenységével kapcsolatosan, a második az, hogy te fenn vagy-e a Facebookon, ez egy nagyon izgalmas téma, nem a ruha teszi az embert, ez is nagyon érdekes, és a negyedik pedig a zenéről szól, a zene az életem része. Nekem az volt az első tippem, az első gondolatom, amikor döntöttünk a 4 témáról, hogy feltehetően a Facebook lesz a nyerő, és a másik pedig a nem a ruha teszi című téma, ugyanis ez a 2 téma nagyon gyakori beszédtárgy a fiatalságnál, a gimnazistáknál, ennél a korosztálynál is, és a verseny felénél azt lehet mondani, hogy vezet ez a 2 téma. Az első és a negyedik kevésbé kapott érdeklődést a mi csoportunkban, de nagyon remek előadásokat hallottunk, és ez tényleg élmény itt lenni, és nagyon örülök, hogy részt vettek a zsűri munkájában. A versenyt a Kárpát-medencében hirdették meg, s a határon túlról is szép számmal érkeztek diákok. Ők eddig külön kategóriában indultak, ezúttal azonban az anyaországi társaikkal együtt versenyeztek. Ez egy nagyon jó ötlet volt, én rögtön az első pillanatban, ahogy meghallottam, ezt támogattam, hiszen tényleg egy kicsikét úgy érezhették, hogy ők el vannak úgy külön, más mérce alatt kapják az eredményeket, az eredménynek az értékelését, de így, hogy együtt vannak, és tényleg egyébként tényleg nem befolyásol semmi bennünket, ugyanúgy pontozzuk őket, ez számukra is nagyon jó. Ez a verseny nem is annyira verseny. Persze van tétje, meg fontos számomra, de én úgy jöttem, hogy ez egy csodálatos élmény lesz, hiszen olyan különleges emberek gyűlnek itt össze, mind felnőttek, mind diákok, akiket még érdekel az anyanyelvük, a nemzeti hovatartozásuk, hát rengetegen jönnek határon túlról. Határon túlról érkeztem, igazából nagyon közel vagyunk a határhoz, de a városunk fele, több mint fele román nemzetiségű. Én csak örültem, hogy itt lehetek. Számomra ez azt jelenti, hogy otthon vagyok az anyanyelvemben. Az anyanyelv 3 napos ünnepe a Széphalmi emlékcsarnoknál zárult, ahol 27 versenyző vehette át a legjobbnak járó emlékplakettet. Második éve vagyok itt, már tavaly is a tanárnővel nagyon sokat készültünk, az előző évi feladatlapokat vettük például, kitöltöttük őket, aztán ugye csomó témát kaptunk a tanárnőtől, amiket otthon, illetve az iskolában is elkészítettük, és ugye az osztály előtt, aztán ugye idegen gyermekek előtt szónokoltunk, és próbáltunk minél több gyakorlatot szerezni ebben a dologban. Idén talán annyival volt nehezebb dolgunk, hogy a kulturális programot is miattuk, és azzal is kellett készülni, és így kicsit a gyakorlás háttérbe szorult, de én úgy gondolom, hogy már a tavalyi készülődés meghozta a gyümölcsét, úgyhogy nem volt ezzel gond igazából. A gazdasági pályára szeretnénk menni, azonban úgy gondolom, hogy az, amit most itt tanultam, az mindenféleképpen hasznos lesz. Hogyha nem is ezzel foglalkozok, mindenféleképpen a beszédem valószínűleg igényesebb lesz, és úgy gondolom, hogy ez a mai világban, Magyarországon elengedhetetlen, hogy az, aki valamit, mit tudom én, gazdasági pályán, vagy netalán politikai pályán alkot, az a magyar nyelvet, a magyar ügyet helyes magyarsággal használja. Nem kell mindenkinek mindent tudnia anyanyelvéről és anyanyelvéből. Elég, ha van egy élcsapat, amely jobban, választékosabban, tudatosabban akarja és tudja használni, alakítani a nyelvet. Ez zajlik most a Szép Magyar Beszéd és a Kazinci versenyeken. Ez szolgálja a nagyon sok népnél megfigyelhető anyanyelvi nyelvművelő, nyelvi kulturális mozgalom. Köszönet érte az ebben és ezért fáradozó közéleti személyiségeknek, íróknak, költőknek, színészeknek, tanároknak, tanítóknak, az itt ünnepi díszben és nem ünnepi díszben megjelent diákoknak. Ők még nem tudják, de én már tudom, hogy sokáig emlékezni fognak ezekre a napokra, erre a hűvös reggelre, Sátoraljaújhelyre, Széphalomra, Kazinci emlékcsarnokára,
ahol különleges erővel hat ránk a magyar nyelv nem is minden tekintetben feltárt szelleme, elődeink több ezer éve kódolt üzenete, jelenünk legmeghatározóbb élménye és öröme, valamint egy üzenet a jövőnek. Befejezésül hadd idézzem Sík Sándor költőt, most 50 éve távozott el, januárban lesz születésének 125. évfordulója. Titkot, küldetést, kitartást fogalmaz meg az Acél ember ének a sürgöny póznáról című verse. Tudom, a mi törvényünk állani, mi vagyunk a vezeték várai. Nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek, de rajtunk megyen át az üzenet. Az ismeretlen igét hordja válunk, bennünket ideállítottak, állunk. Első bemutatkozó kiállítását rendezte Törő Gábor a Sárospataki Művelődésházában. A fiatal szobrász nagyon sokoldalú. Otthon van a szobrászatban, a festészetben, a zenében. Alkotásai is különbözőek. Klasszikus és karikatúra portrékat, absztrakt, elvont szobrokat készít. A kiállítás megnyitóján Borsi Antal szobrászművész, aki mestere is egyben, azt mondta, hogy egy figyelemre méltó, tehetséges és alázatos fiatalember kezdi meg minden bizonnyal nagyívű pályáját. Kisiskolás korában ismertem meg, mint hogy édesapját, édesanyját régóta jól ismerem, édesapja kollégám is volt, anyja is, nagyanyja is, szóval ismer a családot, és mint kisgyereket mutatták, hogy ilyen furcsákat rajzol, firkál ez a gyerek, és állandóan összefirkálja a papírokat. Igen, és onnan kezdve szinte, és minden évben el szokott jönni hozzám, és megmutatja most mire haladt. Tornabarakonyba egy ilyen alkotótelepre, táborba elküldtem. Még akkor csak, akkor ment a gimnáziumba, képzőszíti gimnáziumba már akkor, mert tényleg olyan tehetséges volt, hogy oda irányult, és ott kapott helyet, és nagyon nagyszerűen megállt a helyét, és akkor elmentek néhány másik két szobrász tanítványom, akik Szabolcsból, Nyíregyházán végeztek ilyen képzőszíti gimnáziumot, azok is ott voltak, és akkor ők ott maguknak csináltak egy jó kis tábort. Gábor azóta is visszajár oda. Itt van ez egyik szobor, a Piri néni is, aki a tarnabarakonyi idős néni, és szinte hazajár oda örömmel. Művészete ígéretes természetesen bizony, hogyha így kezdi valaki, és nem varga betűkkel nehezen. Azt mondják, hogy a tehetséget elnyomni se lehet, mert előbb-utóbb utat tör magának, de aki pedig ilyen, hogy mondjam, egyenes ívben indul, fejlődik, az nagy reménységű. És maguk, meg akik fiatalabbak, még sokáig kísérjék nyomon, nem fognak benne csalódni. Emberileg is mindenképpen ismerem ezt a fiúcskát, akinek alázata van a művészettel. Jó mesterei voltak ott is, a középiskolában, Zsín Judit, Orlajos, most a Képzőművészeti Egyetemen, meg Farkas Ádám, jeles országos rendű rangú szobrász tanítványa ő. Ez esély arra, hogy ő tényleg nagy formátumú művész válik majd belőlem. Bízom benne. Erre a pályára engem terelt, az Szunyogi András volt, akinek a szakkörére kerültem Pesten, és ő mondta, hogy feltétlenül felvételizzek a szakközébe. És azelőtt pedig hát Borsi Tóni bácsi, aki itt Patakon szobrászatát láttam mindig, és nagy hatással volt rám, hogy ilyet is lehet csinálni. A legnagyobb öröm, azt hiszem, mint minden tanárnak, aki valaha ifjúsággal, gyermekkel foglalkozott, legnagyobb öröme abban telik, hogyha
jó talajra hullanak gondolatai. Ha azt látja, hogy ez megértette, s tovább viszi. Az igazi mester, azt mondja, az igazi mesternek nem is tanítványai vannak, hanem maga is mestereket nevel. A legjobb érzés találkozni azokkal, akik, és nem csak egyedül van, jó néhány tanítványom van, aki már bizonyos szép utat bejárt, akár a művészetek területén, de ha nem a művészetbe, tudományba, akárhol. Ez mind jó leső érzés gondolni azokra, akik valahogy többre jutottak. Szóval a talentumait nem elásta, hanem meg sokszorozta, hogy biblikus kifejezéssel éljek. Legszívesebben most az olyan anyagokkal dolgozok, amik könnyen formálhatók, ilyen puhába, tehát viasszal, agyaggal. Ezeket aztán szeretem, például az összes fémszobor, ami itt látható bronzok, azok viaszból készültek először, aztán lett fémbe öntve. Az agyagot pedig úgy szoktam időtállóba tenni, gipszbe öntöm. Tehát így végül is ez a négy anyag, amit főként használok. Ha tanulmányról van szó, akkor olyan modellt keresek hozzá, aki érdekes, valamiért megfog. A portrék modelljeit például az utcáról szedtem össze, úgymond. Tehát volt, akit megszólítottam, hogy volna kedve modellt ülni. És hát így, tehát ami megfog, ami valamiért érdekesnek találok, megragadhatónak találok, azt szeretem megcsinálni. Mindenre kíváncsi, ami a világban. Leghamarabb a természet dolgait. Csodálkozik rá az ember, minden ember, ő is. És a természet a legnagyobb mestere mindenkinek, hiszen aki a természettől úgy elszakad, hogy már semmi köze nincs hozzá, annak már értelmesen nagyon van. És ugye az első dolgai a természetelvűség, a kis portrék, a kis barátainak a portréja, a barátnője portréja. A valóság a legnagyobb múzsája az embernek. A természet mámorítóan szép, a természet része az ember is. A leány, a férfi, a portrék, az alak, ez mind megfogja őt, és ragyogóan mutatja meg oroszlán körmeit, úgy is mondhatnám, igen. De nem áll meg ennél, hogy másolja a világ, nézi a világot, milyen, és abból valamit visszatükröz, hanem gondolkodik, elvonatkoztat, és egész mélységekbe tud beleásni. Lámott az a fa gyökér, ami nem tűri a rabságot, a börtönt, az élet élni akar, és szétnyomja a utcaköveket, a gyökér, mert meg akar szabadulni, és rácsodálkozik az életnek erre a furcsa aspektusára, vagy ahogyan a nővére, gyermeket váró nővére az utolsó napjaiban, a szülés előtti napjaiban, rácsodálkozott és csodálatos módon megalkotja ezt, valamint absztraháló képessége, vagy a jóízű humorral megmintázott karikatúra szobrokat tanárairól, vagy ez, amit gömbvillámnak neveztünk, az absztrakció. Nem könnyű megcsinálni, de elgondolni is, hogy hogyan. Valamint megint csak a humora annak, amikor a könyv metamorfózisát látjuk, amint a könyv számítógépé válik, humora is van, meg a kor. Tehát ő tud, nem tudni még majd milyen stílussal, ezt ki tudja. De természettel mi kapcsolatban van, addig mindig jó úton jár. Ez a szobor, ez egy olyan gondolatra készült, hogy természeti formákból kiindulva hozzunk létre valami absztrakt dolgot, és én a repedéseket választottam, nagyon tetszenek a repedés mintázatok, és ezt térbe átültetve egy gömbformába képzeltem el, és az benne a formai játék, hogy ami hiány, tehát a repedésnek az űrje, az vált pozitívvá, az jelenik meg itt formaként, ami pedig a test volt, a gömb, az eltűnt. Ez csak egy ilyen formai játék. Még most, amíg az egyetem tart, mindenképpen szeretnék egy Erasmus program keretében egy külföldi egyetemet kipróbálni, és megnézni, hogy milyen ott a művészeti képzés, a hozzáállás, és úgy gondolom, hogy előbb vagy utóbb külföldön fogom ezt űzni, ezt a szakmát, mert ott valahogy nagyobb erre a kereslet jelenleg. Örömét leli a figurákba, az arcokba, a kedvesének a kis portréjába, és amikor nézzük, mi is örömünket leljük benne, tehát gyönyörködteti az embert.
gyönyörködtet, ábrázol, kifejező funkciója van. A muzsikát is nagyon szereti, affinitása a zenéhez is remek, irodalom, zene, művészet. Szóval egy komplex fiú, aki azt arra ígéret, hogy jelentős művész válhatik belőle. A Laudícia gyermek és ifjúsági vegyes kar koncertezett a sátoraljaújhelyi görögkatolikus templomban. A kórus a debreceni Szent Efrém görögkatolikus általános iskolában működik. Több rangos versenygyőztesei, európai és világbajnokok, de elnyerték már az év kórusa kitüntető címet is. Karvezetőjük Nemes József, Artisius díjas karnagy. Az újhelyi koncerten legkedvesebb műveiket énekelték a hallgatóságnak. A Laudícia kórus család 1959-ben alakult, és azóta számos hazai és nemzetközi versenyt megnyertek. A gyermekkar mellett 2008-ban megalakították az ifjúsági vegyes kart, mert az iskolából elballagó diákokat szorosan összefűzte az éneklés szeretete, és nem bírtak elszakadni a közösségtől. Karnagyuk gyermekként ebben a kórusban kezdte, s olyan útravalót kapott, amely az egész életét meghatározta. Ott nőttem fel, az összes problémámat ott küzdöttem le egyébként. Még gimisként is oda jártam vissza megnyugodni, meg töltekezni, és azt hiszem, hogy egyébként az ifjúsaim is a mai napig többek között ez érnek. De egymás szeretetéért találkoznak, nevetgélnek, kiröhögjük egymást, engem főleg. A gyerekek is szeretnek ott lenni, hogy volt egyszer egy ilyen rendet, hogy akin felügyelet nélkül van, annak haza kell menni. És aztán mi megegyeztünk, hogy nálunk nem. Hát, hogy örülök neki, hogy ott vannak, és nem egy játszótéren, vagy nem tudom. Tehát, hogy, és én ott szoktam néha maradni, leülök, csacsogunk, beszélgetünk délután, megbeszéljük ügyes-bajos dolgainkat, személyesebb és személyesebb dolgokat, bejönnek az ifjúsek gimi után, főiskola után, benéznek mi újság, semmi különös, fénymásolok, segítsek, aha. Tehát mennek ezek a mindennapi dolgok, iszunk egy kávét feltétlenül, és minden ilyen megy, tényleg úgy élünk nap, mint nap, hogy mint egy család, hogy mindig van, ott mindig van valaki, hál' Istennek. Úgyhogy ezt kaptam én is, és most is ezt adja ez az iskola. Az a legfontosabb, hogy így növünk fel. És a gyerekek, ahogy felnőnek, aztán ezt adják tovább a mindenkori felnövekvő generációnak. Ott kezdődik talán, hogy amikor beülnek a próbára, akkor az ötödikeseket mindig a nyolcadikos mellé ültetem be, és elvárom, hogy segítsen, és testvéreként, türelemmel, mert hogy ő is volt ötödikes, tehát olyan alapvetések, amik a napnál is világosabbak, és egyébként a legtermészetesebb dolog kellene, hogy legyen. És miután megtanulnak együtt dolgozni és odafigyelni egymásra, minden másban is kialakul ez szerintem. A utazások során, az éjszakai lefektetések és 9 órai határidőre mindenki az ágyában van, és az ifjúsek mennek körbe és nézik, hogy mondjam, kialakul egy rendszer ebben, egy magától értetődő természetes rendszer. Soha semmilyen koncert nem kötelező, soha semmilyen próba nem kötelező. Nagyon fontosnak tartom, hogy semmi ne legyen kötelező. Mindent mindenki szívből csináljon, szeretetből, azért legyen ott, mert szereti csinálni. Iszonyú mennyiséget próbálunk egyébként, tehát az biztos, hogy nem panaszként mondom, örömmel mondom ezt, mert egyébként minden próba, mind a mellett, hogy kőkemény munka folyik, azért nagyon vidám és nagyon jó perceket okoz mindenkinek. Néha lelkileg azért, mert gondoktól szabadít, meg néha azért, mert jókat nevetünk a saját gyarlóságainkon, vagy egymáson. Mindig van valami, ami tovább lendít bennünket, hol a sikerek, hol a közönség szeretete. És az a szeretet, amivel egymáshoz fordulunk egyébként a mindennapokban, az próbán is megvan, és így működünk tulajdonképpen majdnem nap, mint nap.
A kórus valóban úgy működik, mint egy család, ahol nem csupán önmagáért felel mindenki, hanem egymásért is. A nagyok patronálják a kicsiket, átadják mindazt a tudást, amit ők már birtokolnak. Van olyan kórustag, aki a mester nyomdokaiba lépett. Én 23 éves vagyok, és ugye ebbe az iskába kezdtem a tanulmányaimat, még annó 7 évesen. És miután elbe alaktam, még mindig visszajártam, tehát már lassan 15-6-7 éve. Számomra hát megnyugvás minden héten elmenni, és azokkal az emberekkel együtt lenni, akik a barátaim, akikkel egy szív fajt minket, és fellépésről fellépésre járni. Azt gondolom, hogy ha bármi problémám volt az életben, akkor is mindig, tehát pénteki próbát vártam, és akkor tudtam, hogy akármilyen problémám is van, ott akkor abban a négy fal között csak én is a zene vagyok, és a barátaim, és azt gondolom, hogy mindig le tudtam tenni ezeket a terheket, és mindig megnyugvás volt. Tehát a zene, én nekem egyfajta mencsvárom. A nyíregyházi főiskolára járok, és minden az akarének. És társadalmi szakos tanár leszek. Tehát a karnagyomnak a nyomdokaiba lépek. Bajnoki cím, világbajnoki cím, aranyminősítések, nagy díjak. Hogyan lehet ezt feldolgozni? Van-e még ennél feljebb? Mindig van feljebb, és könnyű ezt feldolgozni egyébként, mert azt szoktam mondani, hogy megnyeri az ember, örülni kell neki, de aztán fel kell kelni, és menni kell tovább. Tehát egy díj az van, az elismeri az addigi munkát, de továbbiakat nem. Édesapám szokta mondani, hogy nem kapjuk olcsóbban a kenyeret ettől, meg a sorban sem engednek előrébb. Ezt szoktam mondani a kórusnak is, hogy szép dolog, és örüljünk neki, meg kell élni, de menni kell tovább. Tehát, hogy mondjam, egy adott verseny, ugyanazon verseny X kategóriáját kétszer egymás után is megnyeri, hatalmas teljesítmény. Éppen ezért mindig van feljebb. Még egyszer megnyerni, feljebb van, mint egyszer megnyerni. Mert azt még egyszer meg kell csinálni. Azt már nem adják azért, mert legutóbb jó volt, és talán az még nehezebb, mindennél nehezebb. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindig van feljebb, és mindig van előre, és ha az ember így dolgozik, akkor lehet szerintem mindig folyamatos eredményt elérni. Érezhető, hallható, látható, tapintható az a hihetetlen erős kapocs, ami összeköti a gyerekekkel. Honnan hozza ezt egy karvezető? Mert meg lehet tanítani, énekelni a gyereket, meg ki lehet állítani, szerepelni, de hogy ilyen bensőséges kapcsolat legyen, azt valahonnan hozni kell. Hát lehet őket nem szeretni. Nem tudom. Ebben az iskolában nőttem fel, kaptam egy szellemiséget, jó családban nevelkedhettem, jó barátaim vannak, jó életem van, és ugyanezt igyekszem továbbadni nekik is, és mindenki szeretetre méltó, de hát szeretettel van itt, tehát hogy lehet akkor haragudni, tehát hogy minden gyarlóságért és hibáért is egyébként az ember azt mondja, hogy de legalább itt van, tehát hogy ez a 100 ember most nem valami haszontalan dolgot művelt eddig. Kodály Tedeum című művénél voltak nagyon személyes megjegyzései. Mit jelentett ez a mű, és mit jelent most ez a mű minden egyes elénekléskor? Két dolgot. Az egyikről beszéltem, a másikról nem. Nem véletlen. Amiről beszéltem a koncerten, legyőzni a saját kisítőségünket, legyőzni azt, hogy az ember elhiggye magáról, hogy valamire nem képes, hanem azt mondja, hogy igenis meg tudom csinálni. Bebizonyítani, hogy az intelligencia és az érzelmi intelligencia nem kor, hanem mélység függő, nekünk ezt jelenti. Bebizonyítani, hogy 15-16 évesen a halálról és annak közelségéről, az azelőtti elszámolásról lehet őszinte érzelemmel énekelni. Én azt gondolom, hogy olyan mély pillanatokat okozott egyébként, amit még életemben nekem sem soha semmi. A másik egy nagyon szomorú alkalom, egy kórustársunk elvesztése az, ami
ami valószínűleg tükröződött az embereken. Ez év augusztus végén egy 16 éves kórustársunkat vesztettük el hosszú fáradtságos betegség után, és a temetésén ezt énekeltük. A kórus neve azt jelenti ragyogás. Koncertjeiken valóban a ragyogást tapasztalja meg a közönség. Ragyogó fiatal tekintetek, ragyogó hangi adottságokkal és különleges kisugárzással. A kórus számos hazai, színházi és könnyű zenei produkció résztvevője. Sátoraljaújhelyi hangversenyük a Miklósi emlékév nyitánya volt. A kórus kapott ma egy jó adag szeretetet, figyelmet, elismerést, a munkánk elismerését, és nem az eredményeink elismerését, ez fontos, mert azok jönnek-mennek, a munkánk elismerését és mindenféle olyan gesztusainknak az elismerését, amit szívvel és szeretettel adtunk át, úgyhogy mindenképpen többel megyünk haza, mint ahogy eljöttünk. Kitaszítottak című kiállítása nyílik a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban november 4-én 16 órától. Kedves nézőink, véget ért a mecénás, az Emplén Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten is számítok Önökre, addig is nézzék a mecénást az Emplén Televízió honlapján is. Viszontlátásra! Thank you.